Nem csak a földközi tengeren vállalják az életveszélyes átkelést egy jobb életreményért a migránsok, hanem a Le Manche csatornán is. Anglia és Franciaország között a legkisebb távolság 30 km a vízen. A hullámzás és a szél rendszerint erős a tengerszoroson, így a gumicsónakokkal, bárkákkal és túlzsúfolt hajókkal kifejezetten veszélyes az átkelés. 2019-ben eddig 1400 embernek sikerült partot érnie az Egyesült Királyságban. A francia köztévé főadója, a France 2, követte egy család átkelési kísérletét. A francia parti őrség adatai szerint a próbálkozások száma emelkedik. 2017-ben 12, 2018-ban 71, idén 237 embert vettek észre a tengeren. Sébastien Maréchal, a Calais vízirendészet tisztje magyarázza, hogy minél beljebb mennek a csónakokkal, annál veszélyesebb helyzetbe kerülnek a próbálkozók. Az erős hullámzáson túl a nagy teherhajók és a kompok vízlökéseket keltenek, örvényeket kavarnak. A bajba került csónakok fele a nagy hajók mozgása miatt sodródott uralhatatlan helyzetbe. A rendőrség még a parton igyekszik felderíteni, hogy hol zajlik újabb csónakok és bárkák előkészítése illegális átkelésre. Az Egyesült Királyság 7 millió font értékben vásárolt új felszereléseket, köztük drónokat a francia rendőrségnek, hogy még hatékonyabban végezzenek felderítéseket a Le Manche csatorna francia oldalán.